Több. A tyúkok párzás nélkül is tojhatnak tojást. Kakas híján a keletkezett tojás megtermékenyítetlen és étkezésre alkalmas lesz. A héjszint a tyúk fajtája határozza meg. Függetlenül attól, hogy a tojás héja barna vagy fehér, belül minden tojás egyforma. Minden a tojásgyárakban kezdődik, ahol a jércék 19 hetes korukban kezdenek tojni. Az épület jól szellőztetett. A hőmérséklet és a páratartalom állandó. A tojásrakás elősegítésére fluoreszcens megvilágítással 15 órás, mesterséges nappalokat tartanak fenn. A tyúkok naponta háromszor meghatározott mennyiségű, többféle gabonából álló takarmányt kapnak, amelybe fehérjedús szóját, vitaminokat, ásványi anyagokat és tojáshéj szilárdító kálciumot kevernek. A tyúkok a ketrecükre szerelt önitatóból vizet is isznak. A gondosan ellenőrzött körülmények célja a tojáshozam csúcs szinten tartása, amely éves átlagban 300 darab tojónként. A tojóketrec alja lejt, így a tojások maguktól a szállító szalagra gurulnak. Onnan egy nagyobbra kerülnek, amely a csomagolóba szállítja őket. A tyúk ürülék a padlórácson át egy szállító szalagra hull. Még így is előfordul azonban, hogy néhány tojás bepiszkolódik. Ezeket alaposan megmossák és fertőtlenítik. A tojásokat automata helyezi a műanyag tojástálcákra, vastagabb végükkel felfelé. Így a sárgájuk középen marad. A rekeszek hűtőterembe kerülnek mindaddig, amíg hűtött teherautóval el nem szállítják őket az osztályozóba, amelynek feladata a minőség szerinti válogatás. A legjobb A-osztályú tojások az élelmiszerboltok polcaira kerülnek. A többiből élelmiszer és gyógyszeripari anyagokat, és például sampont állítanak elő. Ez a szupergyors automatizált osztályozó óránként 144 ezer tojást dolgoz fel. Először egy pneumatikus berendezés a tojásokat a tálcáról átrakja egy szalagra, amely a tojásmosóba vezet. Itt a tojásokat mosó és fertőtlenítőszerrel 45 fokon óvatosan megsikálják. Melegebb vízben a tojások megfőnének. Ezután 5 másodpercre a szárítóba kerülnek, ahol a nedvesség elpárolog. A tojásokat ezután erős fény fölé viszik, amely megmutatja a héj állapotát. A dolgozók a vizuális ellenőrzés során eltávolítják a repetteket. A szalag fölé szerelt kamerákkal a tojás belsejének állapotát és minőségét figyelik. Más kamerák azt ellenőrzik, tartalmaz-e a tojás vért. A tojáshéj erősségének mérésére akusztikus érzékelővel koppintják meg a tojást. A törékeny héjúakat az eltérő hang alapján választják ki. A minőség ellenőrző gépek a nem megfelelő tojásokat megjelölik és eltávolítják. A jókat elektronikus mérlegen, tömegük szerint a kicsitől a nagyig osztályozzák, majd nyomásérzékeny gépújjak az ennek megfelelő csomagoló helyre viszik. Útközben a minőségbiztosítás érdekében mindegyikre ráütik a tételszámot. A csomagológép a dobozokra 35 napos fogyaszthatósági dátumot bélyegez. Mint minden élelmiszeripari terméknél, itt is viták folynak az áru minőségéről, valamint az érintett állat életminőségéről. Ha fenntartásaik vannak, legjobb házi vagy biotojást vásárolni. Ez önnek is és az állatnak is jobb.